költészet napi alkalmából Pavel Ágostontól egy versét olvasom el, ami egyúttal az ő ars poétikája volt. Ne cifrázd a szót. Azt mondom, pajtás, ne cifrázd a szót. Lökd ki kendőzetlenül, nyersen, vértől, epétől, könyvtől párolgó versben, ha meggyülemlik az öröm vagy a keserűség szívettáján. Ne hivalkodj szép hazugságok színes szőttesével, piperaszavak parázna sejmével. Tedd gyógyító varázsló kezedet az igazságnak mesztelen szívére. Csituljanak erdőt nyűvő orkánban a nyálas pántlikás dalok. Harsogjanak csóvás igék, hogy megcsorduljon minden jeges tenger, hogy megmozduljon minden zátonyos szív, és lobot vessen minden nyirkos gyújtalék. A régi nóta fáradt kordéknak lomha döcögése. Induljanak, száguldjanak napküllős új hajnalokon, új merőszutú vonatok, hogy senki szerény fuvarával köteles percét lenekésse. Vágd hát késed mélyen a seb mögé, a lázgyötörte húsba. Ne kössön pólyás regula bénító gúzsba. És szabad legyen zúgó görgeteg, legyen vérrel írott hegyi beszéd. Mohón ihassák tikkat emberek, s cinkos szelek hordják ízenként szerteszét. Pajtás, itt bátor, bunkós, bőti igék kellenek. Ezt a versét 1932-ben írta.